names and of these directors. You mentioned some of them are there. Judith Elek is with us, István Dárdai, who will be the next speaker, is with us, and of course Pilatar is with us as one of the organizers of this Field Days. And now I give the floor to István Dárdai. Please. Do we have a working mic or something? Yeah. Nagy szeretettel üdvözlöm Ulrich Gregorovot, akinek a magyar film régi segítője és tisztelője, és mindenkit szeretettel üdvözlök, amiért én vettem a bátorságot, hogy megszólaljak, az, hogy óvatossággal szeretném hívni a vitatkozókat, a sajtót, akik tulajdonképpen a forgalmazók mellett a sajtó a legnagyobb partnerünk és támogató. Azért szeretném óvatossággal hívni, mert nagyon bonyolult helyzetben van ez a kultúra Magyarországon, és nagyon mély folyamatok zajlanak. A hatalommal végül is nekünk nagyon nagy tréningünk van, nagy kiképzést kaptunk, mert az elmúlt évszázadban nagyon erősen és nagyon furcsangosan kellett eljárnunk, hogy végső soron a valóságot a művészet nyelvén és a film nyelvén, a mozi nyelvén hitelesen meg tudjuk teremteni. Ez azt lehet mondani, hogy az elmúlt évszázadban ez tulajdonképpen furcsa módon maradéktalanul sikerült. A magyar film világhírű volt, és minden korszakra tudott olyat produkálni, ami végül is, hát elsősorban itthon nagyon nagy jelentőségű volt, másodszorban pedig külföldre is sok minden eljutott ebből, és végső soron visszaigazolták ezeket a műveket. Az új évszázad az egy nagyon furcsa fordulatot vett, és én úgy érzem, hogy a kultúra az végül is, ha csak a napi események, napi politika, a különböző felszíni problémák megmutatására kényszerül, vagy csak azt képes csinálni, akkor végső soron nem tudja azt a társadalmi valóságot mélységében megmutatni, amiben a társadalom van. Szerintem ez pillanatilag a filmkultúra legnagyobb problémája, hogy nem sikerült olyan furkangos módszerekkel megkerülni az akadályokat, amik hát mindig is előttünk voltak. Én ezt a szemle megrendezést, ezt nagy örömmel üdvözöltem, és üdvözlöm is, mert minden olyan esemény, ahol végül is a filmek értékelése mellett egy párbeszéd és egy dialógus alakulhat ki, egy vita, hogy mi is a helyzet, az nagyon fontos. De úgy értem, hogy annak ellenére, hogy a dokumentumfilm például rettenetes helyzetben van pillanatnyilag, és az egész filmművészet szorongatott állapotban van, azért nem szabad a felszíni jelenségeknek bedőlni. És amiért igazán megszólaltam, én tegnap megnéztem a Magyarország 2011 című filmet,
hát végső soron ez valahol engem mélyen el is keserített, mert olyannyira felszínes és olyannyira semmit mondó. Annak ellenére, hogy heroikusnak tartom az erőfeszítést, hogy összeálltak ezek az alkotók, de végül is ez egy dezinformáció, tehát különösen külföld irányába ez félrevezető. És ezzel kénytelenek vagyunk szembenézni, és mindenki kedves vendégünket, akár a sajtótól, akár az itthoni sajtótól arra kérek, hogy mélyen próbálja megérteni, hogy mi történik, és ne a felszíni hazugságok és a felszíni különböző félreinformációk, hamisítások mentén szólaljanak meg. Ezt roppant lényegesnek tartom akkor is, ha most én is úgy érzem, hogy a kultúra nehéz helyzetben van. De nekünk a mélyét kell megragadni, és csak hogyha elemző analízis után nyúlunk ehhez az egész kultúrához, akkor tudunk előbbre jutni. És ezt én nem érzem itthon, ezekben az években, sőt, azt érzem, hogy különböző indulatok és felszíni ítéletek mentén szétforgácsolják az egész magyar kulturális életet, táborokra osztják, és ez nagyon rossz eredményt szülhet. Elnézést, hogy ilyen hozzászólást kellett tegyek, de én végső soron a gondolataimat mindig szeretem őszintén elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük Pászló Istvánnak. Egyetlen egy megjegyzés, mielőtt Elefinitnak átadnám a szót, hogy az első mondatában szerencsére maga se tartotta be, arra kért mindenkit, hogy kellő óvatossággal nyilvánuljunk meg itt. Én arra kérek mindenkit, hogy nyugodtan és bátran és minden óvatoskodás nélkül, mint ahogy egyébként a Dáda István is tette, mondja el a véleményét, hiszen azért vagyunk itt, hogy legalább egymás között nyíltan és minden óvatosságot félretéve beszéljünk. Erre kivíti a szó és a mikrofon, ha kap egyet. A kérésem az, hogy egy poszt föltetnám a fonalat, ahol a Dárdanyag hagyta, és pedig azt mondotta el, hogy ebben az új évezredben, vagy évszázadban nagyon nehéz helyzetben van a kultúra, és én azt hiszem, hogy ez Európa szerte és világszerte így van. Mi ehhez képest még ráadásul egy még sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mert minket egyszerre sújt, mint az, amit kelet-európai örökségként hoztunk, sújt a gazdasági válság, amit itt termeltünk, magunk köré, mi is, magunk, ahogy éltünk, és a kultúránk pedig, és most itt aztán visszatérek a filmkultúrához, mert azért vagyunk itt, miután meglehetősen pénzigényes ez a hetedik művészet, soha életében nem tudott függetlenedni az aktuális környezetétől, se szociálisan, se kommerciálisan, financiálisan pedig végképp nem. Én egy kicsit konkrétan szeretném a felelősséget hangsúlyozni ebben az ügyben, és elsősorban megpróbálni azt elmondani, hogy hol látom a lehetőséget arra, hogy ez a nagyon nehéz és komplikált és valóban szétszaggalt táborokra szakadt, vagy ha úgy tetszik, még durvábban atomizált szakma valahogy magára lejjen ebben a nagyon nehéz helyzetben. Amikor is itt két dolog egyszerre támad ránk. Egyrészt egyfajta negligálás, ami nem fajta kultúrának, a fontosság elvesztése, ami számokban jelentkezett, nézőszámokban, az érdeklődésnek a disperzálása, mert hiszen információk tömege között lehet válogatni, és egy nagyon-nagyon erős amerikanizálódásnak a komerciális nyomásában.
Ezzel az utóbbival szeretnék kezdeni. Lehetetlenség nem észrevenni azt, hogy az a követelmény, hogy kvázi a filmművészet, és itt Uri Gregor nagyon pontosan leírta a fesztiválok, a fórum, a saját munkásságának a szerepét abban, hogy a magyar filmművészet, mint olyan, visszaigazolást kapott évtizedeken keresztül a szocializmusnak a rettenetesen nehéz, ahogy Dárdai mondta, és rengeteg fizikát, ügyességet és gerincességet követelő működése közben visszaigazolást kapott a Berlini Filmfesztiváltól, a Cannes-i Filmfesztiváltól, visszaigazolást kapott a nyugati demokráciáktól, akik felkarolták, akkor is, ha idehaza, hát nem mindig baráti körülmények között jöttek létre ezek a filmek, de létre tudtak jönni. És nagyon sokat számított az ő hangjuk és az ő segítségük. Most pillanatnyilag se a Dárdaék által készített film, nagyon sok dokumentumfilmet, hiszen a dokumentumfilm rettenetes helyzetben van, egyszerűen átkerült tévéműsornak, degradálódott tévéműsorra, ami egy egészen más környezet és egy egészen más elvárást jelent. Egyik film se készülhetett volna el. Se az enyémek, se a Dárdaiéké. Egyetlen igényes, mélyreható, elemző, több évet, esetleg 4-5 évet igénybe vevő munka lehetetlen ma. Ugyanezt kell mondanom, hogy olyan körülmények teremtődtek a mozi környezetben, a nézői szokásokban, a szegénységben, hogy a filmeknek nem tudjuk megmondani, hogy mennyi nézője lenne, ha azonos promóciót kapna, mint egy-egy amerikai film. Mert ilyen ellenpélda még soha nem történt. És ha véletlenül történt, és itt van Kovács Gábor, hogy ha történik, akkor igenis van nézőszáma, és igenis rengeteg ember. Nem biztos, hogy az emberek meghűltek. Nem biztos, hogy az emberek csak a szart szeretik. Az emberek igenis szeretnének magyar színészeket jó magyar filmekben látni, ha lenne rá mód, lenne rá mozi, lenne rá pénz megcsinálni, és lenne rá elegendő pénz azt promotálni. És azt gondolom, hogy a mi dolgunk ebben a pillanatban egy olyan financiális szisztéma mellett, amely megteremtette az anyagi lehetőséget, ugye az új megváltoztatott filmtörvény biztosította azt, hogy a hatos lottó a filmalaphoz kerüljön, az ugye 5-től 6 milliárd forintig körülbelül filmre fordítandó összeg. A kérdés csak az, hogy kik és milyen fordítja. Na most ez a nagy kérdés, amiért nekünk most valahogy, és erre nekem nincs receptem, csak akkor, ha mindjárt összefogunk. Azt kellene megvalósítanunk, hogy ez a pénz, ez a magyar filmművészetet és a magyar filmművészet fiatalabb és még fiatalabb, sestán megszületendő alkotóinak nyújtson lehetőséget arra, hogy kifejezzék ezt a társadalmat itt ma. És erre nagyon alaposan szeretnék hangsúlyt fektetni, mert az, hogy a Fülöp Boymereknek a filmje most megy a berlini versenyben, az egyrészt az ő személyes tehetségének, de az ő személyes társadalmi érzékenységének az eredménye. Mert a Fülöp Boymereknek a filmje az arról szól, amiről szól. Tehát én azt gondolom, hogy meg kellene valahogy egyezünk abban, hogy mit is értünk magyar filmművészeten, hogy én nekem, bocsásson meg mindenki, de semmi szükségem arra, hogy ide jöjjenek Amerikából engem megtanítani a mesterségemre, arra, hogy hogy kell forgatókönyvet írni, hanem azt gondolom, hogy nem receptből, nem patentokból, hanem a mai magyar társadalmi valóságból és a saját tehetségünkből, a saját praxisunkból kellene együtt felhasználni a felelősen
és valóban a magyar valóságot megmutatva, és megmutatni az embereknek azt, hogy ezt mi tudjuk úgy csinálni, hogy őket ez érintse, érdekelje. A magyar film 100 000-es nézőszámokat hozott, természetesen azért, mert égető kérdésekről beszélt, és már nem volt az amerikai filmes konkurencia, és még valami. Mi most olyan légkörbe élünk, hogy az igazán tehetséges emberek, és nem akarok neveket sorolni, mindenki ismeri őket, igyekeznek ebből az országból kifele. A filmesek is. Ez egy óriási veszteség lesz, hogyha nem tudjuk megteremteni nekik idehaza a lehetőséget. Én úgy látom, hogy egyfajta irány az a fajta kommercializálódó irány, amely pillanatnyilag, hogy úgy mondom, elismertem piacképes. Az az irány, amiről Ulrich Gergor itt beszélt, amit mi úgy hívunk, hogy magyar filmművészet, úgy tűnik nem ítéltetett piacképesnek. Én ezt azt hiszem az itt ülők legnagyobb részének az egyetértésével, és aki nem ül itt, mert valamiért nem tud ülni, annak is az egyetértésével gondolom, hogy tudunk piacképesek lenni megfelelő segítséggel és megfelelő marketinggel, disztribúcióval, és mellettünk van a berlini, a cannes-i, a velencei, a locarno-i, a montreali, a vancouveri, és nem sorolom tovább, fesztiváloknak a segítsége is, eddig is mellettünk volt, és a fiatalok, azok mind ezt a kontinuitást a tehetségükkel, az erejükkel és az eredetiségükkel, ha az nem lesz lenyesve, nem lesz amerikai módra szabályozva, az meg fog nyilvánulni, és én abszolút módon bízok benne, hogy erősebb, mint a depolitizálása, a politizálása, és amit a tárgyai felszínes dolgoknak nevezett. Itt él és kínlódik egy ország, a gazdasági válság, a politikai válság közepette, és nekünk ez a hazánk. És erről akarom beszélni. Köszönjük szépen a Juditnak. Aztán már ebben a két hozzászólásban nagyon sok olyan dolog elhangzott, ami komoly és értelmes vitát indukálhat. Közben megérkezett a Nyolát Komisszáros Márta is. Igen. És szeretne szólni. Igen. Akkor tessék. Azért akarok szólni, mert nagyon tulajdonképpen ezt akarom elmondani, amit az előbb elmondott, egész pontosan jó felépítve, hogy ebben az országban az történt, hogy volt egy, és van egy csodálatos filmművészet, nagyszerű alkotókkal, aminek mindig volt kontinuitása. Kezdjük a háború utáni, a háború előtti filmekről a mai napig, és bár a Dárdai azt mondja, hogy ezt, amit tegnap látott, ez nem magyar valóság, szerintem így nem lehet párbeszédet folytatni, ez is egyfajta magyar valóság, és itt nagyon sokféle valóság van ebben az országban. De ebben az országban az történt, hogy mi tulajdonképpen, amikor mi a régi filmvészekről beszélünk, hogy milyen taktikákat megtanultunk a hatalommal játszani és kijátszani őket, akkor ne felejtsétek el, a világ ketté volt osztva, és 500 ezer orosz katona állt az országba. Most nincsenek oroszok, most mi vagyunk itt. És mi szabadok vagyunk, és mégse vagyunk szabadok. És az történik, hogy jön egy ilyen országba, ahol létezett, és volt mindig filmművészet, jön egy csapatember Amerikából, ahogy a Jutka mondja, megtanítani bennünket filmet csinálni, és azt mondják nekünk, hogy úgy jönnek, mint
Afrikába, ahol csak törzsek vannak, és filmek nincsenek, és semmit nem tudnak, és mindent eltörölnek, és azt mondják, hogy most a kis közép-afrikai országban mi megtanítjuk az embereket, ne csak dobolni lehet és táncolni, hanem filmet is lehet csinálni. Majd írunk jó, szép forgatókönyveket, és azok, akik bennünket tanítanak majd forgatókönyveket írni, azok csodálatos rampófilmeket csináltak azelőtt, és azoknak nagyon nagy világsikerük volt. Szóval ez minden rendben van, maga idejében azokat a filmek, rampókat is meg kellett valakinek csinálni. Na de azért ma nekünk tényleg össze kell fogni, mert még nem tart az ország politikailag ott, legfeljebb nem adnak pénzt filmre, de fekete autó nem jön, és egyelőre tényleg belsőleg, morálisan mi szabadok vagyunk, csak nem mondják el azt, hogy a pénzt, amit nem a saját zsebünkből hozta Varna úr, hanem a magyar adófizető pénzéből ő fogja eldönteni, és az ő csapata fogja eldönteni, hogy ez milyen irányt vegyen, és hogy működjön. Semmi párbeszéd nincs. És ez a szemre is azért történik, mert nincs párbeszéd. Nincs párbeszéd. Egészen másképp gondolkodnak ők a világról, ők pénzt akarnak nyerni, és nem filmeket csinálni. Ők azt akarják bebizonyítani, hogy Magyarországon lehet olyan filmeket csinálni, amire ha odaadnak 150-200 milliót, azt a pénzt be is fogja hozni. De ebben a kis országban nem erről van szó. Nekünk olyan filmeket kell csinálni, ami tudósít a mi létünkről, a mi helyzetünkről, a mi történelmünk. Nekünk tényleg nemzeti filmet kell csinálni. És amit pakol a kormány minden nemzeti, hogy az alkotmány asztalon nemzeti zászlók lobognak, hogy mindenhol, ahova elmennek a miniszter urak, mögöttök 20-30-40 magyar zászló lobog, és aztán, és mi történik aztán? Semmi. Miért nem írnak ki pályázatot arról, hogy történelmi filmeket csináljanak, vígjátékokat csinálnak, mert azt is tudtak a magyarok csinálni. Keleti Marci nagyon csodálatos vígjátékokat csinált, és jókat is. Szóval itt egy akkora zűrzavar van, és mi, ahányan vagyunk, tulajdonképpen paphelyzetben vagyunk, mert velem az történik, hogy 80 éves vagyok, csináltam 20-valahány filmet, megnyertem, nem tudom, a Aranymedvétől, a Berlinig, a nem tudom hány fesztivált, és mindent beutaztam, és ha talán akarnék filmet csinálni, akkor velem senki nem áll szóba. Szerencsére én nem akarok már filmet csinálni, csináljanak a fiatalok, mert van egy két ország, ahol azt a pár filmjét nekem talán megadják, hogy ha erőm van és ötletem van, filmet csináljak. De hát ez nem így meg, hogy ők eldöntik, hogy én menjek ki francba, németektől és lengyelektől kunyizni miért? Miért? Kinek adják ők a pénzt, és miért döntik ők el, hogy ez? Szóval itt nekünk egy olyan, nem tudom pontosan milyen új taktikát, de nem is taktikát, őszintén. Szóval egyszerűen ki kell hívni őket párbajra. Elmondani, hogy szemünkbe mondják a dolgot, ők állandóan nyilatkoznak. Minden újságban, Népszabadságban, minden héten egyszer a Varna úr elmondja, hogy itt nincsenek tehetséges emberek, itt nem tudnak filmet csinálni, itt minden, de, és közben ő neki nagyon sok pénzt adott a játék, a lottó, és ő majd el fogja ezt osztani. De miért nem ülő itt? Mi ez? Miből él? Itt ő? Ott van, akkor ő üdvözlök. Nagyon örülök, hogy itt van. És egyszerűen párbeszédet kell
és nem azt mondani, abóhó, én tudom ezt a csodálatos receptet, és minden úgy lesz. Kicsit zavarosan beszéltem, mert indulatos is vagyok. Azért vagyok indulatos, mert én járom a környező országokat, például Lengyelországot, és Lengyelországban is krízis van, gazdasági krízis, művészi krízis, politikai krízis, de a filmszakma virágzik. És rengeteg filmet csinálnak, és rengeteg tévéfilmet csinálnak, és azok az Andrzej Wajda, aki olyan öreg, mint én, ő is csinál filmet, és az a 25 éves Zsulászki, az is csinál filmet. Ez hogy működik? Úgy működik, hogy szeretik a sajátot. Művészetük szeretik a saját embereiket, és bíznak benne, és kísérleteznek. És a kormány, és a kultúrpolitika nyitott felé, és büszke, hogy léteznek, és büszke, hogy ezt lehet csinálni. Nálunk a kultúra ma tragikus állapotban van. Nem akarok beszélni képzőművészekről, mert nem értek hozzá, meg írókról. Egyszerűen tragikus, szomorú állapotban van az egész magyar kultúra, és ha itt valami nagyon erős dolog nem történik, akkor ez lassan, ahogy a Jutka mondja, aki fiatal és tehetséges és erős, az elmegy az országból, ahogy már egy párszor előfordult ezzel az országgal, a Vajna úr is egyszer elhajózott ezzel az országból, és ott csinálta meg a karrierét, és úgy jött vissza. Úgyhogy a párbeszédet, a mély és okos párbeszédet kell folytatni, és nem mutogatni egymásra, és azt mondani, hogy te hülyék vagy, mint én, és ignorálni egymást. Köszönöm szépen! Köszönjük, Máta! Hát valami jó a további vitákhoz. Parancsolj! Köszönöm szépen, Zsigmond Dezső vagyok, és elnézést kérek, hogy azért, hogy örülök, legyek én elhatároztam, hogy elég, amit mondani szeretnék. És még egy dolog, hogy itt nem a magyar film egészéről, a magyar film egy fontos részéről szeretnék egy ilyen mondatot, amit direktára a vitára beszélgetésre jutnak röviden. Javaslat a magyar film feltámasztására. Ahogyan az irodalomban, vagy más művészeti ágokban, ugyanúgy a filmművészetben is kialakult, ha csak erre az országra jellemző, sajátosan magyar irányzat. Szőrs István, Emberek a Vason című alkotásától kezdve játék, dokumentum és animációs filmek sora készült ebben a szerencsében. Ezek a művek azért tudtak hangos nemzetközi elismeréseket elérni, és jelentős hazai nézőszámokat produkálni, mert összetéveszthetetlenül ezt a világot képviselték, azt a világot képviselték, amelyben születtek. Ez a szellemiség azonban, csak úgy, mint az irodalomban a népirányzat, sosem volt könnyű helyzetben. Már a kommunizmusban is az alig tűrt kategóriába tartozott, a rendszerváltozás után pedig sokan, sokfelől igyekeztek véget vágni rajta, hogy aztán végleg elsüllyesztessék. E vészhelyzetben biztos kikötőnek számított a Nemeskült István vezette Budapest Film Stúdió, a Dárdaiék irányított a társulás, a Sára Sándorék alapította a Duna Televízió, a Jankovics Marcelék filmjelezte Kecskeméti Animációs Film Stúdió, és mindezek betöltözéseként később az ugyancsak Sáráék vezette Történelmi Film Alapítvány, ami meg nem szüntették. Már a magyar filmnek nem maradt szellemi bázis a műhelye, ilyen típusú alkotások alig, vagy egyáltalán nem készülhetnek. A jelenlegi kulturális filmes irányítás vélhetőleg nem is érzékeli, minden végleg veszendőbe, pedig a célirányos filmtámogatások, az alkotókat és alkotásokat bombázó kontraszelekciós folyamatok ellenére is megmaradt, az ilyen indítatású filmkészítőknek a vágya, képessége és elhatározása egy nyilvánvaló hiátus megszüntetésére, a nemzeti karakterű filmek elkészítésére.
hasonló szellemben készült európai alkotások erkölcsi művészi hatása, nézőszámból is mérhető sikere, a hazai filmesekben is megerősíti a folytatás igényét. Javasoljuk tehát a magyar film mielőbbi feltámasztását, még ebben a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben is, mivel szerintünk ez nem elsősorban anyagi, hanem erkölcsi, szellemi, koncepcionális prioritás belőjük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Zsigmond Dezső! Ha valakinek mindenki, ha érte, nem mutatnám be, akkor ő mutatkozom be, ennek ukán a jegyzőkönyv miatt nem, ha jól tudom, akkor messzük ezt a vitát. Egyetlen egy tárgyítével, és addig a nincs a helyre, hogy aztán úgy kerüljünk a jegyzőkönyvekre, azt mondta Dezső, hogy a Jankovics Marcell kérdelezte Kecskeméti Animációs Film Stúdió. A Jankovics Marcell egy nagyszerű stúdiót kérdelezett, de az a Pannonia volt, dolgozott Kecskeméten. A Kecskeméti stúdiót egy másik nagyon kiváló producer és igazgató filmjelző, akit Mikulás Ferencnek hívnak. Legyünk igazságosak. Meg legyünk pontosak. De ez csak egy kicsit tényben kiigazítás, meg egyáltalán nem érinti. Igen, mindjárt tudjuk, hogy dolgozott a Kecskemét stúdióban, nem ő fényjelni. Ő oda bedolgozott, ő egy másik nagyszerű stúdiót fényjelzett. A Pannoniát, az is egy jó stúdió, nem kell a fényjelni. Miként azt sem, hogy a Kecskemétet másik ember hívta életre, és másik ember tartja ma is életben. Kétség kívül volt egy sorozat, amiben nem is van mindenféle felvételt is dolgozott. Parancsolj! Surányi András vagyok. Surányi András is. Annyit szeretnék hozzáteszni az elhangzottakhoz, hogy nem lehet nem észrevenni, hogy minden mondat, Gregori előadása is, a hozzászólók is tradícióról, kultúráról szólnak arról, amit a magyar film jelent, a magyar és az egyetemes európai kultúra összefüggésében. Ezt a kultúrát nem lehet újabb és újabb kezdőpontokkal, vagy kontextuálásokkal átszervezni, kihagyni, megsemmisíteni, meg nem történeté tenni elemeit, úgy, ahogy nem lehet a magyar történelmet megsemmisíteni. Ebből az is következik, hogy ennek a kultúrának egy megszenvedett, szerves része lett és volt az önigazgatása, az, hogy itt szuverén és felelős alkotók önálló közösségi formákban, illetve maguk által delegált közösségi struktúrában próbálták kifejezni, mit tartanak értéknek, és ezek az értékek több kereső sikerrel megszületettek. Nem lehet azt mondom legalábbis, épp ha visszatérünk a hagyományhoz arról, amiben mindjárt megtértünk ezekhez a bizonyos kifejezhetetlen értékekhez. Nem lehet eljátszani azt, hogy újabb, bármilyen megnevezés, cenzúra bizottságok szülessenek, nem lehet eljátszani azt, hogy itt egy központi akarat infantilizálja a szuverén alkotókat. Az emberek, ugyanúgy, mint az állampolgárok, a filmkészítők, ugyanúgy, mint bárki más, képes a saját sorsáról dönteni. Ettől megfosztva az a szabadságától, hogy megfosztás lehet. A szakma valamihozásában pedig a szakma halálá. Vagyis az, hogy megszűnik mindaz, ami a hagyomány, a tradíció az érték, és helyette maradnak azok a kényszerpályák, ahol tökéletesen öncenzúrával, önfeladással, hazugsággal, kompromisszummal, valami homályos elvárásnak teszünk el. De ez már nem annyira a film lesz. Köszönjük Surányi Andrásnak! Sopcsi Csárdal vagyok. Nagyon röviden. Ha megfigyeljétek, akik eddig hozzászóltak, mind 60 évvel előbbi volt. Ez... Bocsánat. Jó. De nem azért szóltak, csak hogy... Jó, 59, Zsigmond. Mindegy. Szóval... a humor félretére... Ezt azért mondom el, mert olyan emberek szóltak, akik első mondani, hogy bizonyos fogig már megcsinálják a jelentők egy részét, vagy van, aki érződne az egész. Az a helyzet, fiatalok egyelőre nincsenek nagyon itt se, és nem szólnak hozzá. Ez gondolkoztatja nagyon nagyon. Az a finoman szóló forkélyos félelem, amiért nincsenek itt. Tehát én azt gondolom, hogy, és tényleg azt mondom, amit szoktam, most sincs letelep a szakma, semmilyen szinte.
És ezt tragikusan tartom. Ez mint szimptom a tragikus, minden tekintetben. Azonban nem mondjuk ki azt, amiről igazán szó van, arról van szó, hogy egyfajta plurális demokráciát szeretne a film szakma. És ezt tetszik, nem tetszik, meg kell fogalmazni, erre egy koncepciót kell kialakítani. És egyetértek, amit a Márta és a Judit is mondott, nem lehetne együttműködni bizonyos okokkal, mert egyszerűen így vagyunk rákészülve történelmileg is erre a dologra, de hogy ennek milyenek a jogi feltétele. Például senki a szakmából nem vizsgálta meg, csak egy példát mondott, hogy a pillanatnyi filmtörvény és a pillanatnyi regnálás között ellenmondás van. Le van írva, hogy mi a kötelessége az új dolognak, és ezen a kötelesség bizonyos szempontból nem teszel meg. Pontról-pontra lehet ezeket bizonyítani. Tehát még csak azt sem kell, hogy itt ilyen politikai zászlóban, és egyszer meg kell nézni, hogy határos jó szabályok. De mondom, nem ezt tartom a legfontosabbnak, hanem a fiatalok távolodása. És ezzel mindnyáján kérlek, hogy neked gondolkozzunk el. Mert ez a tragikus leginkább. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Véti János jelenteni, aztán Barkákosi mondani. Gyuri, itt adok a gyerek. Ja, nem, a Véti, bocsánat. Dursz Gyuri jelenteni a... Tiszteletben, levágtam a hajam és ön is vagyok. Igen, most aki velem, mint a Véti. A korodat ne mondd be. A nevem Dursz Gyuri, tiszteletben köszöntöm Uri Gregorot és a fórumok a részvevőt és minden hozzászólókat. Megpróbálok rövidíteni, ugye 5 percre van talán idő, talán nem is. Nagyon jó esett Uri Gregor úrtól aznak a felemlegetése, hogy Magyarországon működött egy Balázs Béla stúdió, és ez a Balázs Béla stúdió, amennyire értettem azt, hogy szerintem a világon is unikális jelenség volt. Ez a Balázs Béla stúdió, vagy ez ilyenfajta műhely, ilyenfajta műhely, amelyek egyébként a Soksicsák teátor felmondott és vonzhatnák magukhoz, ezek per pillanat jelen pillanatban nincsenek. Megszűntek, megszűnés alatt állnak, vagy megszüntették őket egyszerűen. Az elmúlt napokban összeírtam az elmúlt 10 évben készült rövid filmeket, amelyek első osztályú Európai Nemzetközi Fesztiválon szerepeltek. Meglepő, meglepő, és mind fiatalok voltak, körülbelül egy ilyen 40 film, most nem tudom, kárba, 15 belőle, 6 lokálóban megint 6, és Velencében megint nem tudom, 4-5. Ezek többnyire fiatal emberek által készített filmet vissza tudunk emlékezni, mert 10 év még nem olyan nagy idő. A Balázs Béla stúdió az volt egy több más mellett, az volt egy alap ötlete, hogy a, és mindenki, az erre kívült is ott dolgozott a Balázs Béla stúdióban, szinte mindenki, aki itt felszólalt, ott kezdte. Tehát az volt az alap ötlete, hogy a főiskola elvégzése után kapjanak a nagyfilm készítése előtt a pályájuk megindítását lehetővé tevő kevesebb összegből filmkészítési lehetőséget. Készítsék el a kisfilmeiket, a Szabó Pista című filmjét, amit szintén az Úrikor emelgetett, vagy Bódi Gábor filmjei, a rövid filmjei Balázs Béla stúdióban készültek. Tarbéla, a Családi Tűzszészek című filmje előtt igenis kisfilmeket készített, a Tatabányai Mellósokról láttam őket. Tehát mindenki tulajdonképpen így kezdte. Ennek a lehetősége ebben a pillanatban, ebben az országban egy ilyen műhely megalakításának lehetősége nincs meg. És ez egy, amit a Gárpi mondott, nagyon nagy hiba, mert azok a gyerekek, mit csinál most a színmegválint, tudja valaki? Diszkózikon és katolódikon. Mit csinálnak azok a gyerekek, akik díjakat nyertek ennek az országnak, megtanultak közben filmet készíteni, és azok az egy gyerekek, akik játékfilmeket, bocsánat, mert én is meg idős bácsi lettem közben, az a középnemzedék, az készíti most akár a Vajló támogatásával a nagy játékfilmeket. A Zérót, a Remes Gyula, aki előtt azért sok kis filmet készített, az Új Mészáros Károly és a Szász Jani. Ha jól tudom, ez a 3 film kapott eddig gyártási támogatást. Én nagyon szeretném, nem tudom kire tartozik,
és szívesen segítek bárkinek ebben. Nagyon sokan mondják, hogy egy olyan másfél tétérén eltűntem, hogy csináljunk valamit. Tessék, álljon össze egy fiatal csapat, mondja a majdnem azt, hogy gyerekek, itt van egy játékfilm, 150 millió, annyit adtak a 6 milliárdból. Itt van egy 150 milliós keret, csináljuk meg, csináljátok meg, a Balázs Évas tudja. Ne nekem adja, ne a Tarbélának, ne a Múgyinak, ne a nem tudom kinek, hanem egy közösségnek, egy kollektívának. Azt hiszem, hogy ideje lenne összeállni. Azt hiszem, hogy az Underground ideje van. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Először a Parkáros Zsigmondját, de majd utána Tarbéla. Én úgy gondolom, hogy a magyar társadalom, hogy ez egy közhelyű velünk megosztott, nem 2010 óta, nem 2002 óta, nem 1989 óta. Szerintem ez azért a magyar rendszerváltásnak a legfőbb tragédiája. És hát ugye még ki sem mentek a szovjet tankok, mi már gondoskodtunk arról, hogy legyen új ellenség, és egymásban kerestük az ellenséget. Ahogy a Petőfi éri az Erési Kárbahoz című versében, magyarok vagyunk, párt, párt, mindig csak párt, sok század óta átkos jelszavunk. Én ezt 1848-ban írtam. De most nem akarok itt ilyen történelmi filozófiai fejtegetésekből belemenni, hanem csak néhány konkrét dologra reflektálni, illetve a dokumentumfilm sajnálom helyzetét egy pár mondatban elmondani. Itt arról van szó, hogy akárcsak a játékfilmben, a dokumentumfilmben sem volt két évi pályázat. Ez azt jelenti, hogy a dokumentumfilm olyan fontos eseményekről maradt le, mint a kolontári vörösiszap tragédia, a hitelválság, az egészségügyi válság, az értelmiség, a külföldre szivárgása. Tehát ezek csak televíziós híradó formájában vannak meg, hogyha megvannak, meg készültek erről. Több életéget, hogy nem, akkor majd... Oké, de ez jó, meg nyilván, hogy voltak ilyen mindenféle gerilla akciók, és gerilla filmes, amelyik saját pénzből és saját lelkesedésből csinálta a dolgokat, de pályázattal és pénzzel nem igazán. Most elkezdődött egy pályázat, ugye az Andrew Wajnak kényelezte film alap nem igazán kíván foglalkozni dokumentumfilmekkel, csak egy-két év alatt mondjuk egyel, amelyik mozibemutatást érhet meg, tehát ez azért nagyon ritka az ilyen dokumentumfilm. Az egész átkült a tévékhez, az MTV-hoz, volt most kívül a pályázatot, de kb. 15 filmet fognak tudni támogatni, és azt sem tudjuk, hogy ezeket milyen principiumok alapján. És mi azt nagyon károsnak tartjuk, hogy egyrészt megszűntek az a több csatornás rendszer, ami korábban volt, amikor az MMK-hoz, ORTT-hez, NK-hoz történelmi film alapítványhoz lehetett pályázni filmtervekkel, és akkor az egyik alapítvány nem támogatta, vagy az egyik kuratóri nem támogatta, attól még a másik támogathatta, illetve hogy ebben a mostani MTV-es kuratóriumban nincsenek dokumentumfilmese, nincsen a dokumentumfilm szakma által delegált kurátor, hanem az MTV-a nevezi ki azt, hogy kik legyenek benne a kuratóriumban. Tehát mi is azt szeretnénk, hogyha valamiféle szívesebb egyeztetés történne a szakma és a kultúrpolitika és a pénzosztók között. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Sorrendben előbb Tarbéla, aztán Szomjas György, aztán Ulrich Gábor, ha jól látom itt a rendben. Majd én is. Minden. Aztán Csillag Ádám. Tehát következő így hozzászóló ez a sorrend, Béla. Szóval most azt hiszem, hogy kezdünk el érkezni egy pontot, amikor arról kell elkezdenünk beszélni, hogy itt milyen strukturális problémák vannak. Mert tudnék, minden kérdés, amiről a Jutva beszélt, amiről a Hugó beszélt, amiről a Márk beszélt, amiről mindannyian beszélünk, végül is egyetlen normális válasz lenne, ha a strukturális feltételei Magyarországon a filmkészítésnek
lennének. Magyarul, és most miután ilyen, én is a szövetségnek most ugye az a célja, valamilyen módon demonstráljuk azt, hogy a magyar filmszakma egységes. Nem lehet erről a testtől leválasztani a dokumentumfilmet, az animációs filmet, az átmozik helyzetét. Egyszerűen nézzünk szembe a tényekkel. És nagyon örülök, hogy a Gábor elkezdte mondani, hogy mi a helyzet a dokumentumfilmnek. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani a másik Gábor az animációs film helyzetéről. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani a Bakos Edit az átmozik helyzetéről. Ez egységes szakma. És nem lehet külön szeletekre bontani, nem lehet külön kezelni. Ezt úgy hívják, hogy mozgókép kultúra. Itt voltak újságok, itt vannak gondolatok. Ez egy nagyon gazdag és nagyon produktív szakma. És nagyon nagy marha az, aki ezt a dolgot megpróbálja leszeletelni. Ezt tudom mondani, bocsánat az indulatokért, de azt látom, hogy az utolsó pillanatban vagyunk. Elnézést. Utána vagyunk. Köszönjük, Gyuri. Amíg megkapja a mikrofont a Szomjas Gyuri, más a saját szakmámnál fog, amíg hozzátenném az igényes film sajtót, ami a több megszűnés szélre került. Nem lehet Franciaország a filmkultúra fejlődésre nélkül és pozitív nélkül, és úgy gondolom, hogy magyar filmkultúra sem lehet filmvilág nélkül, stb. Igényes film nélkül jelen pillanatban gyakorlatilag már nincs a finanszírozott neveket, alapokat. Nem tudom, hogyha honnan kapnám a például támogatást egy kiadó, hogyha 50 év után, 50 éve meg, megint megpróbálnánk kiadni a legendás üveget, rekordot, az valószínűleg nem tudnánk kiadni. És ugyanez igaz egyébként a filmoktatásokkal is nagyon nehéz helyzetbe kerül. Tehát a teljes filmkultúra spektrumáról van szó, a szó pedig szolgás ügyé. Igen, hát Udi Gregor kimondta szerintem a legfontosabb szót, ami a mai helyzetben akár az egész országunkat nézzük, akár a filmszakmát figyeljük, ez kell a folytonosság. A folytonosság az, amivel itt a legnagyobb baj van. A folytonosság a magyar filmszakmában is szerintem óriási nagy veszélybe került. Én ennek egy vonatkozásáról szeretnék beszélni, mert úgy érzem, hogy ez az én kompetenciám, ez az önkormányzatiság. Az önkormányzatiság, ami a magyar filmszakmában megvolt, és most nincs meg. Ez egy nagyon döntő változás, és ennek a folyamatosságnak is egy nagyon nagy problémája. Na most ugye onnan indulok el, hogy azt hiszem, hogy ebben a teremben nincs senki, aki azzal ne értene egyet, hogy a magyar filmet, azt a magyar filmkultúra meghatározó részének tekintjük. Ha ez így van, akkor azt is oda is hamar eljutunk, hogy egy filmkultúra, egy minőségi mozgókép gyártás, az nem létezhet egy ilyenkor országban, Magyarország nem létezhet állami támogatás nélkül. És akkor a harmadik lépés pedig az, hogyha viszont van állami támogatás arra, hogy mozgókép alkotásra készüljenek, akkor ennek az állami támogatásnak az elosztásában a szakmai szervezeteknek döntő szavuk kell legyen. És az ő politikai érvényesek kell, mert egyébként ezt nem lehet korrektan hosszatávon csinálni. Tehát itt jutok vissza az önkormányzatiságnak a kérdéséhez, és akkor eljutok gyorsan oda, hogy ennek ugye voltak már a rendszerváltozás előtt is bizonyos elemei, ahol szakmai önkormányzatiságunknak a valátvéját itt többen emlegették, az evidensen ilyen volt, de én megemlítem, hogy egy hosszamas években a stúdiók vállalatoknál is a stúdiótanácsokban valamiféle szakmai önkormányzatiságban voltakozott, és 90-ben pedig hát észnél voltunk korán, kővalami felé terét, említsük meg, aki sokat segített, de minden esetre a szakma akkor összefogott, és a teljes szakma hozta létre a mozgókép alapítvány, ami jogi formájánál fogva tudott két alapvető dolgot megvalósítani, amire szerintem ma is szükség van. Az egyik a politika függetlenséget, mert ugyebár egy alapítvány struktúrájának a lényege az, hogy
hozta ki gyakorlatilag a minisztérium képviselőjére a filmtörvényt, a filmtörvényt a parlament 100%-kal fogadta el. Nem nagyon sok törvény volt szerintem az elmúlt 20 évben, amit a parlamentünk 100%-kal fogadott volna el. Ez minden esetre így történt, és ez az a pont szerintem, ahol most is érdemes visszatérni. Tudni, tényleg az a helyzet, hogy ez a rendszer működött, voltak olyan problémák, talán szabálytalanságok, túlköltés, nem ment csődbe az előző rendszer, hanem hát bizonyos bajkeverők ugye a megfelelő hangulatot megteremtették, és ennek utána gyakorlatilag a kormányzat egy egyjogú döntéssel ezt a rendszert megszüntette, és hát azóta is alakulhat valami, igen lassan, úgy érzem, igen lassan. Például ugye bár ennek az új rendszernek még egyetlen egy forintja sincs benne azokban a filmekben, amik itt ezen a szemünk látható. És akkor itt érek vissza befejezésünk a szövetségnek a szerepére, majd a filmészeti szövetségek szerveztenek ezt a filmszemlét is, és gyakorlatilag folyamatosan az első percből keretben meghatározó szerepet játszott ezeknek a folyamatokban, amikről beszéltem. Az elmúlt másfél évben is minden egyes alkalommal szóvá tettük ezeket a problémákat, amikről most mindenki beszél. A nyilatkozatainkban figyelemmel kísérjük a dolgokat, most sikerült megszervezni ezt a szemlét, aminek nagyon-nagyon örülök, aminek a jelenlévő filmek nagy része az igenis a kollégáknak az áldozatkészségéből és a ügyességéből jött létre minimális állami támogatással, és akkor ott fejezem be, hogy a szövetség létezik, folyamatosság megvan, tisztítás megtörtént, és hát tovább is fogjuk vinni ezeket a dolgokat. Vannak ötleteink. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Újjék távolja! Mikrofon és az volt. Köszönöm mindenki, Újjék távolja, hogy animációs, és megszólítottunk néhány ember által. A mi rendszerünk is kettő mondható a túlpályzati struktúrában, az egész esés filmek, amelyek a film alaphoz kerülnek, és a bőri filmek, amelyek az MTVA-hoz. Az egész esés filmekkel kapcsolatban kaptunk egy elég nagyvonalú ígéretet a Nordic-tól, hiszen évente egy egész esés animáció fog elkészülni. Ez két fontos kérdést tett föl számomra. Természetesen üdvözöljük is örülünk a lehetőségnek. Az egyik kérdés az, hogy az utóbbi években az animációs szak és átstruktúrálódott, ez inkább azt jelenti, hogy sok olyan pálya és ország elhagyásra kényszerültek. Tehát a korábbi stúdió szerkezetekkel formálni látszanak. Itt is nagyon kis alkotócsoportok vagy önálló alkotók dolgoznak, amelyek dolgoznak. Egy egész esés film beindulásánál ezt egy átlói hátteret mindenféleképpen újra kéne építeni. Nem tudom, hogy erre mennyi idővesztés lehetőség. Illetve a másik, még talán ennél is fontosabb kérdés, hogyha egy egész esés animációnak a sikerességét az eladott mozijegyek számára fogják mérni, akkor bizonytalan vagyok abban, hogy ezek a produkciók fel tudják-e majd venni a versenyt a sokszor több milliárd forintban számolva, természetesen költségvetésből készült x-áros vagy forintmásos filmek. Ez mindenféleképpen megfontolandó. A másik része a szakmáknak, a pedig filmek, itt nagyon komoly tradíciói vannak Magyarországon az animációnak, ezt tudjuk. Mindenféleképpen meg kell említenünk a szerzői rövid filmeket, amelyek ebben a pályázati struktúrában épületesére kerültek. Ide értelnék még a kísérleti filmeket is, a kísérleti animációs filmeket, illetve szerintem a kísérleti kisjáték filmeknek sincs helye, kezdtem az ilyen szalom ebben a rendszerben. Mindenféleképpen nagy éveszteség lenne ez a magyar animációs filmügyészetnek, hogyha ezek teljesen támogatás nélkül maradnának. Üdvözöljük természetesen, hogy prioritást élveznek a gyermekfilmek, ezeket mi is ugyanúgy fontosnak tartjuk, mint az MTVA döntéshozói.
de itt is van egy meglehetősen tisztázatlan kérdés a költségvetésben. Nekem személy szerint, és talán másoknak sincsen információ arról, hogy éves viszonylag van ilyen összegek állnak az adminációs kérdések rendelkezésére. Ez is jelzi, hogy kommunikációs problémák, zavarok vannak a döntéshozók és a filmalkotók között. És ha már itt tartunk, természetesen mindkét testület létrehozásánál fontosan tartottuk volna az egyeztetést, és itt elsősorban a film alapra gondolok, nem tudom, de lehet, hogy már választ kapok erre, hogy van-e a film alap testületében olyan ember, aki tökéletesen tisztában lenne túl az általános filmesztétikai, gazdasági és gyártási kérdéseken egy animációs film gyártási specifikumaival. Köszönöm. Köszönjük szépen. Csillagára. Szeretném cserélni a kamerát a mikrofonra, utána pedig Babos Erikának. Nem vagyok az a... Itt egy mikrofonot, ma már itt egy. Bocsánat, csak versenyt futok egy vesetővel, amelyik itt szórakozik velem. Csak egy kicsit hosszabban mondtam volna valamit, de most röviden fogok mondani. Egyrészt én nagyon szeretem Dávid Istvánt, és nagyon szeretek minden tehetséges filmest. Azt is, aki nemzeti, meggondolja magát, azt is, aki liberálisnak, és azt is, aki bukfencedőnek. Tehát én a tehetséget, a tisztességet, a becsületes munkát minden szempontból borzasztóan fontosnak tartom. És azt gondolom, hogy igen, aki nemzeti módon gondolkodik, az is kap pénzt filmre, hogyha van mondani valója, és mondjuk esetleg én is, akikben liberálisnak gondolom magam, mert a Dunaszalvos című filmnek volt valami nemzeti hozadéka is. A Hugóra azért szeretnék reflektálni, sajnálom, hogy már nincs itt, mert azt gondolom, hogy ő végül is azt mondja itt nekünk, hogy készségnek kell befogadnunk azt, hogy mi ismét egy diktatúrában élünk. Hiszen ő azokat a taktikai, stratégiai és mindenféle egyéb meggondolásokat vette itt elő, ami sajnálatos módon a mi életünket hosszabb ideig megkeserítette és tönkretette, és mondjuk a húgóék kicsit hosszabb, de nekem is több mint 30 éves kor, ami befolyásolta azt a diktatúrában. A dokumentumfilmmel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy azért nincs a dokumentumfilm a filmes kezekben, azt független attól, hogy egyetértek azokkal, akik azt gondolja, arról beszélnek, hogy itt Magyarországon egyrészt a magyar film hagyományaiból kell kiindulni, másrészt pedig az önkormányzatiság egy bevált struktúra volt. Nem tudom, hogy történt gyakorlatilag ez a dolog, de azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy azért nincs itt a dokumentumfilm, mert az ellenőrzést így könnyebben tudják lebonyolítani. Abban a propaganda minisztériumnak is felfogható kommunikációs központban, ahol van ezeknek a filmeknek a sorát, aminek ott készülnek, hogy sem száműzték. Tehát az alapkérdés, rabatőjünk vagy szabadok, ez a kérdés válaszolok. Köszönjük szépen, hát is odaadtam a Babos Eriknek, de az nem kapnál egy Babos Erik. A másikra, amire szeretnék reagálni a Gábor, Rudik Gábor, hogy abban az esetben, hogyha a filmek, akár egy egész estés animációs film is kellő promóciót kap, akkor az hiddel, hogy fölveszi a versenyt a játékművel, vagy pedig a technikával elkészült sok pénzzel elkészült animációs filmmel is. Ez csak egy példát mondok itt a
sikerrel, most már a 10 000 körül van a nézettsége. De ugyanígy a Magyarországon szintén szerintem a speciális promóciójának köszönhetve, amellett hogy egy érdekes, nagyon szép lehetséges film, hogy azt mondja, 14-16 000 nézőkhoz. De most visszatérve az eredeti feladatomhoz, leírtani is azért, hogy ne legyek túl hosszú, és hogy részletekre elválasztanom, hogy nem válaszolod előre. Amikor Tarbélyának megválasztották a Művészeti Szövetség elnökét, első dolga volt, hogy a szövetséghez történő csatlakozásra itt azokat a részletmény szervezeteket, egyesületeket is, amelyek a mozgókész annak gyártásolatúi területét képviselik, esetében az Árkoszi Egyesületet. Természetesen örömmel csatlakoztunk a szövetséghez, mert a hívást annak keletként értékeltük, hogy az alkotók is látják, a film útja nem állnak ott, hogy elkészült a kópia. Legalább ilyen jelentőségük, hogy a film eljusson a közönségéhez, a valódi közösségi élményt okozva. A Nemzeti Filmipar tehát vertikumként fogta fel a szövetség új vezetése is, amelyben a filmek elkészítésének támogatása mellett ugyanolyan fontos feladat a nézőköz történő eljuttatása is, azaz létszükséglet, hogy a mozi üzemeltetés és a forgalmazás elmaradjon. Természetesen az Árkoszira gondolok, amelyek értékközötti jelenlőkből következően kisebb közönséghez szólnak, s egyébként szemben a kereskedelmi jelenlő multiplexekkel nem élnek meg támogatás nélkül piaci körülmények között. Az Árkoszirához a kulturális életben betörő szerepe nem merül ki azt, hogy megjelenési lehetőséget biztosít az elkészült magyar és a behozott nemzetközi filmértékeknek, ha ezt a legfontosabbnak tartjuk, amelyet különösen a vidéki Árkoszik esetében csökkenti a kulturális javakhoz való hozzájutásban meglévő jelentős területi egyenlőtlenségeket és közösségi tereket, kulturális központokat teremthet az Árkoszi jól működik. Az említett háros kultúrpolitikai cél kizárólag a piaci körülmények között lehetetlen elérni. Ez a megállapítás helytálló egész Európára, de különösen igaz Magyarországon, ahol egyetlen multiplex a Cinema City ilyen monopól helyzetben lehet. A tavalyi évbevételek, illetve a mozi látogató mintegy 96-92%-a a multiplexre felejelent ezek. Így ez nagyon fontos tudni, hogy milyen esélye van egy magyar filmre, hogyha elkészül. Anélkül, hogy különös forgalmazói látogatás is forgalmazói támogatást adnak, promóciós támogatást adnak. A 2004-ben elfogadott filmtörvény a feltételeket figyelembe normatív támogatással segített a mozikat, és amit még fontos tudni, közel 1 milliárd forintot költött a magyar állam vidéki mozik felújítására, az Árkoszi működés technikai feltételeinek a megteremtésére. Ennek eredményeként 2009-ig Magyarországon 66 000 ára működött kb. 40 moziban, közül 18 mozi tagja az Európai Színházban is. Ez az állomány került veszélybe 2010-ben, amikor a mozgókép szakmai támogatások elosztására létrejött elemtel a csődbe jutott, hogy összeomlott. Nem fizették ki a törvény szerint járó normatív támogatást a moziknak csak úgy, mint a 2010-ben forgalomba hozott, illetve bemutatásra kerülő magyar és átcsőnek forgalmazóinak sem. Tehát gyakorlatilag minimális támogatásra tudtak megjelenni a filmek. Én most nem beszélek hosszan arról, hogy egyébként a filmeknek milyen, tehát a filmek minősége, mennyisége az hogyan befolyásolja a nézettséget, mert az egy nagyon fontos dolog. Én most kifejezetten a szervezetek támogatási struktúráról beszélek. Tehát az Árkoszik nagy része katasztrofális pénzügyi helyzetbe került, sokuk érvényes támogatási szerződéseik ellenére teljes bizonytalanságban működött. Ez tovább súlyosította, hogy ahogy említettem, a magyar és átcsőnek fogalmazói is lehetetlen helyzetbe kerültek. A normatív támogatás felfüggesztése miatt egyre kevesebb magyar és európai film került a hálózatba, így az Árkoszik egyre nehezebben tudták az átmenősítéshez szükséges vetítési arányokra vonatkozó kritériumokat teljesíteni, ezzel veszélyeztetve nem csak a reményben magyar, de az EU-s támogatások folyósítását is. Az Árkoszik és a forgalmazók elértek tartalékai végére, többen hiteleket vettek fel, amelyek visszafizetését ők maguk is teljesen bizonytalanították, de jelentős többség mindezek ellenére minden erőfeszítést megtesz, hogy Árkoszik kényújtjon. Ugye ez folyamatosan 2010
Azzal súlyosbik van, hogy ebben az évben már pályázatot sem írtak ki, miközben a több kormányzat határozattal megkapta a főszakma megrendezésének kijelölt kormánybiztos és a hivatal az MNH tartozásának rendezésre szolgáló igen jelentős emlékeink szerint több mint 5 milliárd forintos összeget, de sürgős intézkedést kérő leveleinkre nem született megoldás. Több főszakmai szervezetben együttműködnek tervezetek és alkotási tervezeteket, előterjesztéseket, különböző fórumokhoz, a nemzeti filmalaphoz, a minisztériumhoz, de a minisztérium és a FIMA között a magyar filmterjesztés ügye elveszett. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy a kulturális államtitkárnál meghaladásra talált a mozik digitalizálását az javaslatunk, amely 2011-ben is és az idei költségvetésben is 100 millió forintot biztosította, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap mozgóképp szakmai kollégiuma további 35 millió forintot egészített ki, így 9 átfermet sikerült felszerelni digitális segítővel. És remény van arra, hogy ez már itt az idei szárnyalatok a kiegészítése ebben az évben is megtörtént az ENK részéről. A két támogatás nélkül érte számosan a csődbe, mert Kiskorpéletház, a Sokkorn, Győr, a Pécsi, Uránia, Pestel, a Perm, az Európa, a Hunia, a Csepel, néhány termések. Ma jelenleg 10 budapesti moziban, 21 terem és 24 vidéki moziban 30 terem működik. Ez 2011 év közepi adat, ugyanis erre aztán végétem akarni kitérni, lehetetlen ma statisztikai adathoz hozzájutni. A Nemzeti Filmiroda nem szolgáltatja a statisztikai adatokat, miközben erre törvény kötelezettsége van. A mozi bezárásával sok felszereléssel kérdez szakember kerül utcára, az ő elhelyezkedő sokasztani gazdasági helyzetet említelenek ő. A dolog természetükből adódik, hogy változó működését nem lehet néhány valaki születetni, majd újra kiütni. Amelyik mozi bezárt a 25 lehetőt a színről, maga látnak ez szakmai tudás egzisztenciát. És még inkább kitép az eset egyenlőtlenségnek, kiszolgáltatva a helyi lakosságot, az érték alapú megközelítés itt van álló piaci erőknek. Azt, hogy nem mentek még csődbe, még többen, amely említett NK mozgók és szakmai kollégiumának köszönhető, amely 2010-ben és 2011-ben is a csekély összegre folyamatos támogatást biztosított a moziknak, filmkluboknak, forgalmazóknak, filmes feliratoknak, bőre és eladáját. A gyártásnak is arról sem beszélt. És most az a furcsa nézet állt elő, hogy ismét csak az NK-tól várható támogatás. Noha 2012. január 1-én életbe lépett a módosított filmtörvény, az átmozik és forgalmazók úgy tűnik, most fog a gyermek lettek. Miközben az egyébként támogatási szisztémát hangsúlyozva a törvény 9/7 paragrafus 1-es bekezdés. A Magyar Nemzeti Filmalap feladatához szabja a magyar és egyetemes filmkultúra magyarországi terjesztésének elősegítését, ez intézet volt, egy további 12. paragrafus képontja. A nyújtható támogatások között sorolja fel a filmterjesztést, valamint a filmterjesztés és a filmértékesítés elősegítő marketing tevékenységet. A Magyar Nemzeti Filmalapnál nincs terjesztési támogatás. Ugyancsak nincs a kulturális államtitkárságon, ugyanis a kulturális államtitkár úgy tűnik önként kivonult a hozók és szakma támogatásából. Novemberben egy parlament kulturális bizottsági meghallgatáson maga fogalmazta meg a csalódottságát, amelyet a szakma nem támogatott. Tehát úgy látom, hogy belépünk a harmadik évben, amikor ismét csak az NK-tól várunk a mozi támogatást. A Nemzeti Kulturális Alap elnöke úgy döntött ugyan, hivatkozva a filmalap támogatási kötelezettségére, hogy a mozgóképp szakmai támogatást a képzőművészettel, iparművészettel és a fotóművészettel közös vizuális művészettel kollégiumában látja megvalósíthatónak. Abban, mint a szakmai szervezetre delegáltja, többek között a filmművészszövetség delegáltja, én képviselem a mozgóképet, amelynek változik a szánsz támogatási összege az elnök úr jelzése szerint, amelyet a február 23-i bizottsági ülés van meg jobbá. Látva a mozikak részhelyzetét magasabb a korábbi életünkön. A kiírás természetesen a szakmai szervezeteket egyeztetve fogalmazunk majd meg.
reményteltő dolog, és örülök is neki, és én is mindent megteszek, hogy jól működjön. Mégis akkor elég jó, ha ez az egész így rendszerszerűen működne, hosszú távon tervezhetően történne. Az NKA alkalmas a pályázatok bebonyolítására, hiszen rendelkezik megfelelő infrastruktúrával, de akkor ez legyen rögzítve, ne csak az elvi személyes felelősségen. Másodszor is ott is átadnak, annyit hozzátennék, hogy ez egy nagyon fontos probléma, amiről ő beszél, mert még ha el is érjük azt, hogy a beszélés nem fenyeget minket, hogy sok és jó magyar film készülhessen, akkor is hol lesznek azok az árkodik? Már egy nagy részt árkodik ma jelenleg természetesen, ahol ezek megjelennek. És még ha itt is lenne, hol lesznek azok az értékes európai, dél-amerikai, és független amerikai művészfilmek, amelyeket mindig csak átmúzikban lehet bemutatni. Végüles térbe kerül a magyar film. Ha a Liga vagy a Tart filmje mellett a nézőt nem láthatja a Haneke filmjeit, nem láthatja a Lars von Trier filmjeit, és sorolhatnám egészen Angelopoulosigat, ugye most távozott el közöttünk, nem láthatja ezeket a nagyon fontos művészfilmeket, akkor egyszerűen ezek a magyar filmek is légüres térbe kerülnek, hiszen nem lesz a nézőnek semmi fajta összehasonlítás és egyéb alapja. Szóval én ezt egy nagyon fontos problémának tartom túl a filmkészítésen. És akkor a szó Soksicsát át. Én most már arra kérek mindenkit, hogy lehetőleg röviden foglalja össze a mondani valóját, mert eléggé előre haladt az idő. Nincs jövőképük.
tudom, de ő meg akarja a tordit csinálni. Ez ilyen egyszerű. És nagyon sok ember így működik, hogy, hogy nem meri elmondani azt, amit gondol, és mert vannak határok, amik egyszerűen bezárulnak. Én is többször a Havas Ágnest hívtam, soha választ nem kapok. Nem válaszolnak a telefonokra. A Szőcs úr nem válaszol a telefonokra. Ír olyan leveleket, ami nagyon költői levelek, de semmiről nem szólnak. Szóval itt nincs kommunikáció. És azért beszélek ilyen élesről, mert ezek konkrétumok. Köszönöm szépen. Most egymás mellett ott Vajna úr, és Miskolci Péter, vagy nem látom? Bocsánatot kérek, jó, nem álltak ebbe a fénybe, ha már olyan hátul ülsz. Egy mondatot csak a vállalatot. De bocsánatot kérek, most a Miskolci Péter nem adta meg a szót. Elnézést. Aztán tartsuk el. Köszönöm szépen. Én szeretném kijelenteni a fiatalok nevében, hogy nem félnek, és filmet szeretném megcsinálni. Mi ezt tapasztaljuk, a beérkezett pályázatok azt mutatják, a döntések azt mutatják, eddig volt mi teátrási támogatási döntésünk, akkor kettő első filmes, a fejlesztések között még nagyobb az arány. Úgyhogy én is nagyon szívesen meghallgatnám, akik még itt ülnek mögöttünk, és remélem, hogy megszólalnak. Producerként volt időm hosszú időt eltölteni a szakmám, sokkal nem foglalkoztam. Többek között egy apró tapasztalatról szeretnénk beszélni. Mészáros Márta említette az amerikai kultúra beáramlását, egyfajta hangsúlyjal, én szeretném egy másik hangsúlyát felidézni ennek. Több mint 10 évvel ezelőtt Gazdag Béla hozta el Magyarországra az amerikai legkiválóbb írókat tanácsadóként a Sundance színhelyekre. Jó lenne, hogy meg tudnánk kérdezni azokat, akik részt vettek ezen, Kocsis Ágnes, vagy Páfi Györgyöt, vagy Salamon Andrást, hogy milyen tapasztalatokat szereztek, azt érezték, hogy teljesen át kell formálni az ő gondolatvilágot és személyiségüket, vagy hozzá tudott adni valamit a további pályájukhoz. Páfi György a taxidermiával vett részt a Sundance műhelyen, és utána